ha tényekre, számokra koncentráljuk, akkor azért elmondható, hogy nem mi volt így a legjobb osztály a világ történelemben. Nincsenek arra vonatkozó hivatalos statisztikáink, de én mégis azt gondolom, hogy a legtöbb tanárt és tanárjelöltet nekünk sikerült az igaz összerokkani a szintén sokkalni. Elnézést. Nálunk volt a legnagyobb a fluktuáció, és emberek jöttek, mentek. Volt, aki önként és volt, aki kényszerből. Arra vonatkozom, viszont vannak kimutatásaink, hogy egyébként tanulás terén soha nem voltunk a legrosszabbak, bár osztálytársaink számos kiváló tanulmányi versenyeken elért eredményei azért árnyalják ezt a képet. Számtalan olyan dolog is van azonban ebben az osztályban, amit a mai jegyeinkkel nem lehet megmérni. A teljesség igénye nélkül becsület, hit, kitartás, dac, szabadságszerető, humorérzék. Nincs műszer, melyekkel ez jól megmutatható, vagy nincs műszer, melyekkel ez jól megmutatható. Amikor írtam ezt a beszédet, akkor azon gondolkodtam, hogy mi az, ami számotok a diákok számára is fontos és esetleg tanulságos is lehet a mi történetünkből. Ugyanis azt gondolom, hogy ha csak nekik vicces sztorikat mesélek el, az sehová sem vagyok. A jelenlévők közül bizonyára sokan tudják, hogy mi történt ebben az osztályban körülbelül egy évvel ezelőtt. Én most nem szeretnék az eseményekről beszélni, sem pedig ítéletet mondani róluk, de azt gondolom, hogy itt ezeken a lépcsőkön is elindult valami 168 évvel ezelőtt, ami az emberek elégedetlenségéből fakadt, és bár nem egészen úgy ért véget, ahogy sokan várták, azért mégis megmutatta, hogy lehet és kell is tenni saját magunkért. Hölgyeim és uraim, puskáznunk kell. Ez az osztály kimert állni saját magáért, ami egy nagyon szép és bátor dolog, de se több, se kevesebb. Nem glorifikálni akarom ezt, mégis azt gondolom, hogy sokak számára elültathat. Senkit nem akarok felbújtani, de ne felejtsétek. Ha nem álltok ki saját magatokért, akkor senki nem fog. És ha nem hallatjátok a hangotokat, akkor senki nem hall meg majd benneteket. Nem azt mondom, hogy lázadozzatok mindennél pénz nélkül, mert ez egyrészt hiába való, másrészt hiteltelenné lesz. De ahogy Willy Brandt, volt nyugatnémet kancellár, újságíró és életművész is fogalmazott, merjetek több demokráciát akarni. Ne szürküljetek el. Ne legyetek egységsugarúak. És élvezzétek ki, amíg itt lehettek. A Trefort ugyanis az utolsó olyan hely az életetekben, ahol tanáraitok ennyit foglalkoznak veletek személyre szabottan. Ezt jegyezzétek meg. Köszönöm, hogy meghallgatotok.